Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek! A múltkor már Noé bácsiról kezdtünk beszélni egyszer-kétszer, ha emlékszetek rá. Most szeretném folytatni. Nagyon komoly történet ez a Bibliában, az özönvíz történetéről szól, ami hát nagyon nagy katasztrófával járt az emberiség történelmében. Most készítsük elő a szívünket, ha van Bibliánk, akkor vegyük elő a Mózes első könyvéből, a 7. részből szól a történet, majd annak alapján fogok beszélni. Jó, ha előveszitek a Bibliát, az mindig jó, ha a Biblia közelben van. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek! A múltkor már Noé bácsiról kezdtünk beszélni egyszer-kétszer, ha emlékszetek rá. Most szeretném folytatni. Nagyon komoly történet ez a Bibliában, az özönvíz történetéről szól, ami hát nagyon nagy katasztrófával járt az emberiség történelmében. Most készítsük elő a szívünket, ha van Bibliánk, akkor vegyük elő a Mózes első könyvéből, a 7. részből szól a történet, majd annak alapján fogok beszélni. Jó, ha előveszitek a Bibliát, az mindig jó, ha a Biblia közelben van. A bibliai történet, amiről most szó lesz, a Mózes első könyvében található, a 7. részben. Majd kérjétek meg szüleiteket, hogy keressék ki nektek ezt a részt, és olvasgassátok. Én most a történet alapján szeretnék nektek egy pár dolgot elmondani. Tehát tudjátok azt, hogy Isten előre megmondta Noé bácsinak, hogy egy nagy özönvíz fog lenni ebben a világban, és hogy ez egy nagyon drámai, komoly dolog, az özönvíz. És Isten azt mondta Noé bácsinak, hogy fiam, építs egy nagy bárkát, ami befogadja a családodat, állatokat, és mivel te igaz és becsületes ember voltál itt a Földön, megmentelek téged. És aztán hát a történetben már elmondtam, hogy Noé bácsinak voltak fiai, 3 jó erős izmos fia volt, 3 menye volt, és egy kedves felesége, aki néha meg sem mert szólalni, mert Noé bácsinak olyan nagy, erős hangja van, és mindig hallgatott. Nos hát, építik a bárkát, és az emberek ott gúnyolódnak, hogy jó, mi lesz ez, hogy lesz ez, debuta ez a Noé. És hát egyszer csak, amikor a bárka már készen volt, még az egyik fia egy utolsó ütést ütött a kalapácsával a bárkára, akkor kezdtek jobbról, balról jönni a sötét, gomolygó fellegek, úgy gyűltek az égen. A nap félve elbújt a felhők mögé, a hold pedig dideregni kezdett, és az egyik nagy, sötét felhővel betakarta magát, a csillagok pedig pislogtak az égen, mert nagyon-nagyon álmosak voltak. Hol kinyitották a szemüket, hol becsukták. Ugye,
Ha te is álmos vagy, akkor pislogni szoktál, becsukod a szemed, és aztán csak elszenderedsz, és aludni kezdesz. Hát így volt ez az égen is. S hát képzeljétek el, hogy korom sötét lett, mert olyan sötét felhők gyűltek az égen, hogy mindent eltakartak, mindent eltakartak. Korom sötét lett, úgyhogy ha az ember egy lépést akar tenni, nem tudott, mert hát nem látott semmit. Nem volt se lámpa, se reflektor, semmi nem volt akkor még, és hát ez egy nagyon furcsa helyzet volt, még a fák se mertek megmozdulni, néha szoktak a fák vakarózni az ágaikkal, a lombjukat megvakarják, de most mozdulni se mertek a fák. A korom sötétben mindenki reszketett, és csend volt, nagyon nagy csend volt. Még a legyek is abba hagyták a zümmögést. Valami készült, valami. A birkák is megszeppentek, és abba hagyták a kérőzést, és ültek meredt szemmel ott a földön. Nos, hát így volt, korom sötét volt, az ég, a nap is elbújt, a hold is betakarózott, csillagok is pislogt. Mi történt ekkor? Aztán esni kezdett az eső. Először egy 1 kilós esőcsepp koppant a datolya fa fején. Fenn a tetején. A fa, a datolya fa összerezzent. Aztán jött a következő esőcsepp, az már 2 kilós volt, utána, na, az utána a következő csepp hány kilós lehetett? Satszoljátok meg! Hát utána hullottak egymás után az esőcseppek, és némelyik olyan nagy volt, mint egy dinnye. Tudjátok, vannak ilyen kis dinnyék, és láttam már ilyen nagy dinnyét is képen. Ilyen nagy dinnyék formájában hullottak. És némelyik olyan volt, mint egy dinnye. Hatalmas esőcsepp a földre hullott, majd egy kemény sziklának ütődött és szétmált. Némelyik a mély völgy felé tartott le a sötétbe, más cseppek a sziklának vágódtak, és a szakadékba zuhantak. Kopp! Esett az eső. Kip, kopp! Esett az eső. Esett az eső. Zuhogott. Figyeljétek meg ezt a 3 szót. Zuhogott, ömlött, zúdult. Aha, esett, zuhogott, ömlött, zúdult. Igen, ilyen erőteljesen. Kip-kop, esett az eső. Zuhogott, ömlött, zúgott. Láttatok már ilyen nagy vihar, amikor besötétül az ég, és a fák is megszeppenve vannak a helyükön, és amikor még jég is hullott az égből, olyan megy mag nagyságú, vagy egy kicsit nagyobb, láttatok már ilyet? Amikor sok lett a víz, nagyon sok eső leesett a földre, és hogy hát ez egy különös helyzet volt. Sok lett a víz, sok lett a víz, és körülölelték
ezek a nagy hullámok a hullám karjaikkal a magas, büszke hegyeket, a hegycsúcsokat, és egyre jobban bekebelezték a hegyeket, ezek a nagy-nagy hullámok, a büszke hullámok, és a hegyek eltűntek, utoljára még az Ararát hegynek a csúcsa látszott. Hát igen, ez volt a helyzet. Nagy volt a víz. Aztán tudjátok azért, biztosan tudjátok, hogy a víz nagyon erős. Ha sodor, akkor valami útjába kerül, akkor elsodorja. Van néma a vizeknek nagy sodrása, és magukkal sodornak minden, ami az útjukba kerül. A víz erős. Még a nagy bárkát is képes volt meglökni. Olyan erős volt a víz. Sőt, a nagy hullám a vállára vette a nagy bárkát, az egyik részét. És benne lapult a bárkában a nagy zsiráf. Ott lapult a nagy elefánt. Mozgatta az orványát. Ott lapult a nagy oroszlán, és a kis róka is csak az egyik szemét merte kinyitni. Mi történik itt? Meg voltak lepődve, amikor a bárkára is hullott az eső, és hallották, hogy a bárka tetején kopog az eső. A nagy kecske mekegett. Mi lesz itt? Kérdezte. A kis oroszlán nem kapott uzsonnát, ezért bőgött torka szakadjából. És a bőgésével a kígyót felviasztotta álmából. Erre a kígyó nagyot sziszent, és csapott egyet a farkával. Akkor a kis oroszlán elhallgatott. Nem bőgött tovább. Amikor a sötét felhőkből kihullottak az esőcseppek, a jegek, a nagy bárka hirtelen elindult a vízen. Mi lesz itt? Merre fog menni a bárka? Nem volt neki menetrendje. Hová visz minket a bárka? Kérdezte Noé néni aggódva. Férjére nézett mereven. Mondjad csak, Noé, mi lesz itt? Hova visz ez a bárka bennünket? Noé bácsi, hallgatott egy kicsit. Majd azt felelte, hé, asszony, hát nem tudom, hová megy ez a bárka velünk. Egyáltalán nem tudom, hogy hová viszi a szél. A Szentlélek Isten ilyen, nem tudjuk, honnan jön és hová megy. Ha Szentlélek Isten irányítja a bárkát, akkor nem kell félni, mondta Noé a három fiának és a megszeppent három menyének. Noé néni már kezdett megnyugodni. A Szentlélek Isten vezérelte a bárkát. Nem úgy volt, hogy csak ide-oda löködött a bárka, és valahol majd kiköt, hanem Isten, az ő szele által, Isten szele, a Szentlélek vitte szépen a bárkát az útján. A bárka arra megy, amerre Isten szele hajtotta. Ezért, hát, jó helyen vagyunk itt a bárkában, jó itt nekünk. Nyugodjatok meg, jó ez a hely, Isten adta ezt a helyet. Nekünk van egy bárkánk,
Nekünk a bárkánk a gyülekezet, tudjátok? Ahogy vasárnapi gyermekisten tiszteletre elmegyünk. Ez a hely olyan, mint egy bárka, ahol tanulunk, ahol az Úr szeret bennünket, és hogy Jézus Krisztusról is hallunk, és hogy milyen jó, megváltozunk, és szeretővé válik a szívünk. Hát igen, nekünk is van egy bárkánk, ugye ott vagy már, a bárkában, vagy csak kívül lesed, hogy esik az eső, a bárka meg tovább megy. Hát aztán a bárka haladt a víz színén. És képzeljétek el, hogy az Ararát hegye felé haladt a bárka. Nézzétek meg mögöttem ezt a két hegycsúcsot. Ez az Ararát hegye. Isten eloszlatta a sötét felhőket, a nap is vidáman előbújt, kicsit szégyelte magát, hogy elbújt a felhők mögé. A hold is levette a lepedőjét magáról, a felhő lepedőjét, mert hát most már sütött a nap, és jól érezte magát. Isten eloszlatta a felhőket, minden, és hogy a bárka az Ararát hegye felé tartott, és hirtelen ráfutott az Ararát hegynek egyik magas szintjére, tetejére, és ott megállt a nagy bárka, megállt a bárka, és egy lépés sem tudott tovább menni. Ott maradt. Hát, Noé bácsi meg volt lepődve, hát erről nem beszélt Isten, hogy őt felviszi a hegyre, a bárkástól együtt felviszi a hegyre. Hát, hogy minket is az Úr felvisz a hegyre, a Golgota hegyre, és hogy mi ott megtapasztaljuk azt, hogy kicsoda Jézus, hogy ő a mi Urunk, a megváltunk. Hát így volt. Ott voltak az Ararát hegyén. Tudjátok, az Ararát hegye ott Örményország és Törökország határába helyezkedik el. Ha érdekel benneteket, nézzétek meg a térképen. Hát aztán Noé bácsi úgy érezte, hogy most már egy helyre vannak, szellőztet, mert hát a levegő egy kicsit elszíneződött, és friss levegőre van szükség. Szellőztetett. Persze, tudjátok, hogy a bárkának az oldalán nem volt ablak, hanem csak fönn, a tetején, a lapos tetőn ott volt egy ablak, ahol hát Noé bácsi kinézhetett, vagy hát ott onnan nyithatott, azt az ajtó, ablakot nyithatta ki, és akkor jött a friss levegő. Az az ajtó, amin bementek, tudjátok, hogy nem akarózott a nagy zsiráfnak bemenni a bárkába, és mikor bement, Isten bezárta az ajtót. Isten zárta be az ajtót, hogy onnan ne lehessen kijönni. Ott voltak a védelem alatt az emberek. És ott maradt a bárka az Ararát hegyén, mindaddig, amíg a nagy-nagy özönvíz vissza nem vonult. És majd aztán folytatjuk a történetet, hogy mi is, hogy is alakultak a dolgok, hogy Noé bácsi, Noé néni, a három fia, három menye, hogy kijöttek a bárkából, vagy ott maradtak, mi lett az állatokkal, majd folytatjuk a jövő alkalommal.